Csontsűrűségmérésre, vércukor és vérnyomásmérésre, valamint tüdőszűrésre volt lehetőség Felső Zsoltán a rendezvények házánál. A helyi lakosok éltek is az alkalommal, hogy az ingyenes szűrővizsgálatok segítségével tájékozódjanak egészségi állapotukról. A helyszínre az egészségügyért felelős államtitkár Szócska Miklós is ellátogatott. Az egészségügy újraélesztésekor nem csak arra kell gondolni, hogy a rendelőintézetek, kórházak fala, mert jelenleg 400 fejlesztési program zajlik 320 milliárd forintos uniós erőforrásokból. De igazából, hogyha belegondolnak, a népegészségügyi cselekvés is elindult. Ugye az elején halottakat számoltuk, hogy vezetjük a szívérendszeri megbetegedések listáját, az egyes daganatok, haláloknak a listáját, de most már van egy nem dohányzók védelméről szóló jogszabály, 200 ezeren letették a cigit, láttunk egy esést 2013-ra az infarktus halálozásban és megbetegedésekben. A transzsírral, a transzsír kiszűrésével az élelmiszerből 6000 életet fogunk megmenteni, tehát most már az életeket is, a túlélőket is számoljuk, úgyhogy elindult egy népegészségügyi cselekvés, az ellátórendszer megújítása, és a béreket is emeltünk, tehát próbáljuk megtartani a szakdolgozókat, orvosokat, és a kivándorlási adatok azok a 2009-es szint alá csökkentek. Az államtitkárt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő fogadta, s vezette körbe, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen egészségnapokra, szűrésekre óriási igény van a kisebb településeken. Házhoz jön a szűrőbusz, nem kell a megyeszékhelyre utazni. Célzott szűrőprogramok indulnak országszerte annak érdekében, hogy a lakossághoz közelebb vigyék a megelőzést szolgáló vizsgálatokat. Az utóbbi időben több ponton történtek ilyen szűrések. Úgy tapasztaljuk, hogy örülnek az emberek ennek a lehetőségnek, hiszen nem kell bebuszocskázni se a város közepébe, se a megyei jogú városba, hanem szinte házhoz jön többfajta szűrés is. Bár tudom, hogy például itt Felsőzsolcán polgármester úr különböző szűréseket elvégez a hivatalba, hiszen ő is orvos, és még masszást is biztosít az ottani dolgozóknak, hiszen sokat ülnek, és azért ez a gerincet megviseli hosszú távon. De mégis, hogyha a városba megszerveznek ilyen szűrést, az hasznos, hiszen egy betegségnek a kialakulása az hosszú folyamat. Hogyha ezeket időben észrevesszük, akkor könnyebben kezelhető, nem csak, hogy nem leszünk betegek, hanem gazdaságosabb is, hiszen egy betegség kezelése azért ez nagyon költséges. Nagyon fontos, hogy a nők is eljárjanak a szűrésekre, gondolok itt például a mellrák szűrésre, amire nem szívesen megyünk mi nők, de ez egy olyan betegség, amit ha időben észrevesznek, akkor ez kezelhető. És tudjuk, hogy ilyenkor is meghirdetik a szűrés időpontját, ez egy 7000 fős település, körülbelül 200-an vesznek részt egy ekkora településen. Ezt a számot természetesen jó lenne növelni a jövőben, hiszen a megelőzés a fontos, tehát amíg nincs baj, addig nem megyünk orvoshoz, de amikor baj van, akkor már megyünk, de néha sokszor az késő. Úgyhogy javasoljuk mindenkinek, hogy járjanak a szűrésekre. Az egészségügyért felelős államtitkár felhívta a figyelmet az április 25-i országos kampányra is, melynek keretében még több szűrővizsgálat lesz. Tavaly nyáron volt egy első kísérleti szűrőprogram, a szűrőkamionunkat, nem ezt, ez itt a miskolciaké, az országos tisztiorvosi hivatal szűrőkamionját körbehúztuk a Balaton körül. És én elmentem több helyszínre is, és bárhol jártunk, ott azt láttuk, hogy utána többen jelennek meg a szervezett szűréseken, és azt láttam, hogy például a bőrrák szűrés, az anyaegyek szűrésénél kígyózó sorok voltak. Az emberek annak hatására, hogy többet beszélünk a szűrés fontosságáról, egészségtudatosabbak lesznek. Úgyhogy most idén már ezeknek a helyi kezdeményezéseknek a megerősítésére és arról, hogy ez országos program legyen, április 25-én elindítjuk a szűrés éjszakáját. Ezt nem tudom megmondani, hogy hány szinteren fogjuk vinni az országban, de hogy legalább egy tucaton az biztos. És
utána átadjuk stafétaként, és minden hónapban legalább egy megyében szűrőprogramot fogunk tartani, vagy legalább egy szintéren egy megyében, hogy ezt a népegészségügyi stafétát útjára indítjuk az országban.